Én most kicsit ideges vagyok, csak azért tűnök fáradtnak, mert azért jó, meg minden, hogy az ember, csak hát gyerekek, az első adás, 72 évesen is az első adás. Olyan előadó, akár a rádióban, színpadon, tévében, ne izgulna egy kicsit, az nem is előadó. Hát itt olyan technika van, hogy az ember semmihez nem tud nyúlni. Nem lett volna akkor észszerű, mondjuk egy ilyen próbanapot? Vagy ez a próbanap, vagy ez hogy működik? Itt nincs. Mobilvilág, fő van gyorsulva, vagy nincs idő próbanapra. Különös szilveszter, árva fiú, édes kisfiam, kicsi gyere velem, száguldás porszeserelem a Charlie-val. Akkor az előtte mit mondtál, kicsi velem? Kicsi gyere velem, rózsát szednék. Az jó. Édes kisfiam. 303, az jó. És induljon Tibi bácsi három kívánsága. Oké. Okay. A három kívánság nem ismer lehetetlen, közben Pataki Attila természetesen Mónika kérésére átváltozik a hónap játékává, a hónap Hasbro játékává, Batmanné is. Tehát nagy tapsot, következzék az Edda! A brand az 18 évig ment a televízióba, 83-tól, hát 18 év, hát gyorsan össze tudjuk adni, 30-40 éves a brand. Ez egy olyan műsor, amelyet a Walt Disney nagyon jó fogalmazott meg, azt mondta, az a jó gyerek műsor, amit a felnőtt is szívesen megnéz, vagy meghallgat. Itt van David Hasselhoff, megérkezett a magyar kittel. Igen, itt van, és kérem szépen, óriási pillanat, oda megyünk, itt a mindenki tapsolja Davidot. Gratulation, nem tudja kinyitni, megpróbálom, így kell. Gratulation. A margarinok dala rámáját. Majd elengedjük magunkat egy pár adás után. Az internacionálit lehet kérni, vagy bármit lehet kérni? Aki a retro rádiót hallgatja, az azért egy bizonyos ott van, tehát nem fogja a Majkát kérni, akit nagyon becsülök, tisztelek, tehát a mai zenéket nem fogja kérni, a régi zenékből meg majdnem minden megvan. A 60-as, 70-es, 80-as évek legnagyobb retro slágeré Phil Collins hallottuk, és azért kapcsolódom, mert Phil Collins fellépett a három kívánságba, bizony, egy kisrác a dobverőjét kérte, hát elég nagy szenvedés volt, de aztán az egyik technikus kilopott egy dobverőt tőle, és odajött ő is, adott egy barackot a srácra, de hát azóta is remélem megvan neki Phil Collins dobverője, hiszen egy rettentő jó muzsikus tüzépdala volt a One Way Ticket, amit azt mondja, van még briket, érted? Mert kedvem nekem, ez életem végig lesz, tehát mit tudom én, Udo Jürgens kimegy a színpados, mindig a Mercy Sherry-t énekli, és gondolom már 60 éve énekli és unja, de hát ez az övé, és ez a három kívánság pedig az enyém. Kit kérsz például te? Gyorsan mondd el, hogy apu mit szeretne hallani? Hát apu és anyu a Szentből kérne egy most nagyon szeretnek táncolni. Kitől? A Szentből. Szentből a tekillát. Jó, tekillát az jó lesz. És apu akkor mit szeretne, ez a mamáé, apu? Apu valami jó számot az abbától. Abbát, egy jó szám az abbától. Hát ott áll melletted apu? Mosogat apu, hát ez a szombat délelőtt, kedves hallgatók, ez a Retro Rádió, a 60-as, 70-es, 80-as évek legnagyobb retro slágai. Ilyenkor feleközönségünk, hallgatunk a konyhába, főz, mosogat, sétál, tehát apukák, mosogatni, és jöjjenek a kívánságok!